Hát azt hiszem, hogy eddig nem sok újat mondtam a kis tesóról, csak a nagyról. Most akkor nézzük a kis tesót. Ugye, amikor a nagy testvér megszületett, akkor teljesen nyilvánvaló volt az a családi rendszer, amiben beleszületik. Papa, mama, nagymama, mindenkinek megvolt a brendje, hogyha úgy csináltátok, ahogy mi szerettük volna, Géza bácsi, a szittyó is, de azért jó történetei vannak, stb. Erre most jön egy elvárás, hogy jó testvérek legyenek, és úgy néz ki, hogy a kicsi fölborítja a családi rendszert, hiszen a kicsi elkezd egy rangsor küzdelembe a naggyal. Ezt nagyon-nagyon korán megkezdi. Szinte még föl se kapta a fejét már, mert ugye folyamatosan figyelni fogja a nagy tesót, és mire mi fölkapjuk a fejünket, arra már biztos, hogy elkezdi ugye vegzálni, észreveszi, hogy milyen jó játékokkal játszik, észreveszi, hogy mennyi figyelmet kap. Tehát abban a pillanatban, ahogy már helyzetet tud változtatni, abban a pillanatban már konkurense és küzdőtársa a nagynak. Ezt egyetlen módon tudjuk megakadályozni, úgyhogy modellezzük az előző helyzetet, nézd meg, hogyha a nagynak magabiztos, nyugodt szülei voltatok. Tehát, hogyha mondjuk nem veszekedtetek ellen, emlékszel erre a Nicht vor dem Kind fejezetre, vagy tisztelettel beszéltetek egymással, egymásról, és meg együttműködtetek, akkor a gyerek ezt látta, és mondjuk eszébe se jutott ilyen küzdelembe kezdeni anyával vagy apával. Hogyha ez másképp történt, hát akkor bizony vessen magára az a szülő, akit megrugdos a gyerekkel, meg akin keresztül néz, mert ezt a mintát ő adta neki. Bocsika, ezt most így kimondom. A kisgyereknél ugye ez nehezebb, illetve hát a nagy tesónál, mert hát néha helyre kell tenni, meg néha föl kell rá hívni a figyelmet, hogy ezt másképp csinálja, vagy leszidni, vagy ilyesmi. Tehát a kis tesó ugye átéli azt, hogy a nagy tesó tekintélye kikezdhető. Figyelted, hogy hogyan behúztalak a csőbe? Mert amiről beszéltem, az a nevelés. Figyelj, az nevelés. A nagy tesóról azt kell tételezni, hogy ő jót akar, hogy ő jó szándékú, és hogyha valamit hibázik, akkor meg kell vigasztalni. Nagyon kerüljük el azt, hogy a nagy tesót a kicsi jelenlétében, vagy akár csak számára sejthető módon helyre tesszük, fegyelmezzük a fölösleges. A nagy abban a szerepben van, hogy ő a két szülővel, vagy a családi rendszerrel koalícióban van a kicsi irányában. És ezért, hogyha ez megtörik ez a homlokzat, akkor a kicsi oda benyomul. Ugyanúgy, ahogy a két szülő között, vagy hogyha azt mondod a Géza bácsinak, hogy na, az az öreg szittyós, milyen büdös nála, és milyen koszosak a poharai, akkor ha oda visszük a gyereket, akkor így fogja nézni a Géza bácsinak a boros poharait, és vérig sérti. Tehát a legelső az, hogy a nagy testvérnek adjuk meg azt a folyamatos bizalmat, hogy ő jót akar, jót csinál, és adjuk azt a mintát, hogy mi hogyan működünk együtt. Akkor a kicsi számára egyetlen helyzet marad az, ami a nagyobb számára adott volt, amikor erre a világra jött, ebbe a családi rendszerbe belépett, nevezetesen, hogy itt van egy kialakult rend.
Ebben az esetben a rend még valakivel. Bővülte szülők, nagytesó, utána jön ő. És ez megint csak egy nagyon komoly hiedelemrendszernek mond ellen, amit mindjárt ki fogok elemezni.